Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Itt vagyok Szulló Ádámmal, az Ervin ATPL elméleti és gyakorlati oktatójával, és ebben a videóban most szeretnék nektek egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan zajlik is a gyakorlatban most az Ervinnek és az Óbudai Egyetemnek ez az ATPL integrált képzése. Úgyhogy kicsit át fogunk menni itt szerintem nagyjából a képzés fő pontjain, meg hogy most jelenleg hol tartok, milyen gyakorlati és elméleti dolgokról van szó. Első körben beszéljünk egy kicsit az elméleti részéről az oktatásnak. Ebben a fél évben a hat tárgyunk az Instrumentation, Airflow, Meteorológia, Human Performance, Operational Procedures és a Communications. Ebből Ádám nekünk egyébként két tárgyat is oktat, ez a Meteorológia és a Human Performance, úgyhogy most egy kicsit át is adnám a szót, hogy mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy miért fontos ez a két tárgy a repülésben. Nem is ez a két tárgy, hanem ez a hat tárgy. Nem véletlen kezdünk ezzel a csomaggal, hiszen ez a hat tárgy az első olyan mérföldkő, amikor találkoztok nem csak gyakorlati oldalon, hanem elméleti oldalon is a repüléssel, és természetesen ezekkel kell legesleg hamarabb tisztában lennünk, ahhoz, hogy be tudjunk ülni egy repülőgépbe, és nagyjából is tudjuk képzelni, hogy mi fog velünk történni. Ugye nagyon fontos a repülésben az elméleti oldal, fontos, hogy megalapozzuk jól a gyakorlati képzést elméleti oldalon, és azt gondoljuk, hogy ezzel a tanmenettel, tanrenddel, ezzel a hat tárggyal mi ezt az úgynevezett phase 1-ben tökéletesen meg fogjuk tudni csinálni veletek. Világos. Igen, és hát ugye már el is indult lényegében párhuzamosan, kvázi egy másfél hónap után már meg is történt az első repülés. Kicsit el tudnád nekünk mesélni, hogy oktatói oldalról, amikor beültünk a repülőben, nyilván én megérkezem remélhetőleg a megfelelő elméleti tudással és a felkészültséggel csak arra, hogy... Hát már nem csak fogjátok, ez már múltban is megtörtént, szóval ez teljesen világos és valid, és nagyon fontos természetesen, hogy tanulóként is megfelelő állapotban, meg megfelelő tudással érkezzünk az órára. Ez egyébként nekem most ez nagyon marketing szagúan fog hangzani, de azért alapvetően abban, hogy az Ervinnél kezdtem ezt a képzést, eléggé fontos szerepet játszott az, hogy nagyon szimpatikus volt az, hogy ti mindenben megtartjátok ezeket a standard operational procedure-eket, hogy úgy mondjam, és azt érzem, hogy megvan ez a kellő profi hozzáállás ahhoz, hogy minden megfelelően menjen, és így tudjuk mi is biztonságba érezni magukat, meg szerintem ti is, hogyha... Igen, mi amellett, hogy a külsőségekre is odafigyelünk, de sokkal fontosabb az, hogy a belső rész, a belső tartalom lesz, hogy van feltöltve, és igyekszünk tartani magunkat ahhoz a kommunikációhoz, amit a nyílt napon is kommunikáltunk felétek. Mégpedig az, hogy mi az első perctől kezdve szeretnénk titeket felkészíteni a való életre, és arra, hogy ti légitársasági pilóták legyetek. És ez tényleg ott kezdődik, hogy időben úgy érkezünk meg a reptérre, ahogy az illik, és ahogy azt kell, profi módon lebriefeljük, hogy mi lesz az aznapi feladat, utána megcsináljuk magát a feladatot, és utána egy debriefing alkalmával pedig megnézzük, hogy hogyan sikerült végrehajtani, mik azok a területek, amiket ugye fejlesztenetek kell majd, biztosan lesz ilyen, de nyilván az idő előre haladtával ezeket a kis vadhajtásokat mi szépen levagdossuk rólatok, és a végeredmény az lesz majd egy jó másfél év múlva, hogy ti sikeresen fogjátok venni akármelyik légitársaságnak a felvételiét. Igyekszünk mi is megtenni mindent a mi oldalunkról, hogy ez megtörténjen, de azért alapvetően mi is azt érezzük most jelenleg, azt el tudom mondani, hogy ti is mindent megtesztek a dologért, szóval ezt így akár talán nem merem így mondani, de talán mégis merem mondani, hogy a csapat szerintem mindenki a többi kollégával, akivel együtt csináljuk ezt a képzést, szerintem azért mindenki pozitívan áll hozzá. Jó, egy kicsit térjünk át arra, hogy mi volt itt az első három alkalommal. Az én kis repülőgép balról-jobbra tologatásom saim alkalmával. Kígyóztak, de hogy ezt szakmaiban jobban meg lehet fogalmazni, hogy mik voltak ezek az órák. Ugye első órán a Földön taxisztunk még lényegében. Itt mi volt ennek a oktatói szemmel a fontos része, hogy mit kellett itt elsajátítani? Én oktatói szemmel azt mondanám, hogy ezt nagyon sok minden megelőzte, és ez is fontos, hogy most ezt emeljük ki, hogy nyilván az első feladat az a taxi, tehát a gépnek a földi mozgatása, gurulása, irányítása és teljes kontroll alatt tartása, de azért ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, természetesen nagyon-nagyon sok feladat várt még ránk.
Gondolok itt arra, hogy át kellett néznünk a repülőgépet. Át kellett vennünk a repülőgépet, hogy mi ezzel a repülőgéppel, akár földi gurulás, akár légtérgyakorlat, mi képesnek látjuk arra a gépet műszakilag, hogy ezt teljesítse ezeket a feladatokat. Úgyhogy talán én az első feladatként azt emelném ki, hogy megtanultuk, hogy hogyan is kell helyesen, mind az AFM szerint, mind pedig az SOP szerint az úgynevezett walk-around check-et megcsinálnunk. Jó, úgyhogy ez a legelső lépés mindig. Azon belül, hogy most üzemanyagot hogy nézünk először, vagy körbejárjuk, és utána nézzük az üzemanyagot, ez már részletkérdés, de a legfontosabb az az, hogy a földi átvétel, az esetleges látható hibáknak a feltárása, és utána a döntéshozás, hogy alkalmas ennek, ítéljük-e a gépet erre, hogy megcsináljuk ezt az adott feladatot, ez az leges legfontosabb része volt. Én azt gondolom, hogy ezt tök jól átvettük, megtanultuk, és mint ahogy az egész képzésben így fog majd menni, egyre több feladatot fogtok kapni, és egyre önállóbban is várjuk ezt majd tőletek. Most az elején természetesen segítünk mindenben, nem próbálunk nem úgy csinálni, csak átküldjük nektek az anyagot, aztán tanuljátok meg, és mi pedig majd számon kérjük rajtatok, hanem tényleg próbáljuk egy ilyen interaktív formában úgy átadni, hogy ez nektek is emészthető legyen, és a gyakorlatban minél jobban és gyorsabban átültethető legyen, és legyen értelme annak, amit ott olvastok. Ehhez természetesen az is kell, hogy ti ezt elolvassátok. De én azt látom, hogy amennyi ötökkel itt idáig repültem, ennek mind eleget tettetek, és ez teljesen jól ment. Jó, úgyhogy a gépátvétel után természetesen beültünk a repülőgépbe. Hát jöttek természetesen a meglepetések, hogy oké, hogy van egy tök jó SOP-ink, de hát azt megint csak a gyakorlatban kellett megnézni, és végrehajtani, és megcsinálni. Az adott procedure-öket checklistekkel ellenőrizni. Ezen is túljutottunk, motorindítás teljesen rendben volt, az utána lévő procedure flow teljesen rendben volt, és hát igen, az első feladatok azok a földi gurulások voltak. Én ezt már jó előre jeleztem nektek, hogy egy kicsit a repülőgépnek a sajátosságaiból adódóan is, de az egyenes vonalú mozgás az még, arra még ne számítsatok, mert ez egy kicsit furcsa lesz majd, főleg akinek nem volt még előző tapasztalata akár ilyen repülőgépekkel. Úgyhogy voltak bizony kígyózások, de szerintem nagyon jól szórakoztunk, amellett, hogy szerintem így a harmadik órában megtanultuk azt, hogy ez hogyan is kell. Mi emlékszel arra, hogy megbeszéltük, hogy milyen mozdulatokkal türelmesen megvárni, hogy a gép óra merre felé is tér ki. Én azt gondolom, hogy most már így a harmadik órára elsajátítottad azt a részét, amit el kell sajátítani. Természetesen csiszolni mindig van mit és lesz mit. De az alapokat lefektettük a gép földi mozgásában, úgyhogy ezzel szerintem teljesen jók vagyunk. Második feladat az már egy olyan feladat volt, amit a levegőben hajtottunk végre. Ennek a feladatnak a neve az úgynevezett Effects of Control, amiben megismerkedtünk azzal, hogy az előttünk lévő kis botkormány milyen feladatokat is végez, hogyha mi kiadunk egy parancsot neki, ugye előre nyomjuk a botkormányt, akkor a repülőgép egy bólintó mozgással lefelé fog haladni az eddigi útjához képest. Végignéztük azt, hogy mi lesz, hogyha húzunk, megnéztük azt, hogy mi lesz, amikor bedöntjük, megnéztük a pedálokat a levegőben, hogy mozognak, milyen hatása van a repülés folyamatára. Alapvetően ezzel azért már tisztában voltál, és tisztában van mindenki a józan paraszti logika alapján, de mégis... Az elméleti képzésen azért ezt elég részletesen átvett. Az meg a másik, de mégis azért érhetik az embereket meglepetések, amikor ott tényleg csinálni kell, akkor nem mindegy, sem a sorrendiség, sem az, hogy milyen mértékű mozdulatokat teszünk, és ugye ezt már beszéltük, hogy ez mindig sebességfüggő, tehát minél nagyobb sebességünk van, annál kisebb mozdulatokra lesz szükség. Ráadásul ez a repülőgép, ez az AT-3-as repülőgép, ami a ti képzésetekben megy, és itt van a háttérben is. Ez a repülőgép, ez egy elég sportos repülőgép, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez nem egy felsőszárnyas, kicsit lomha, akár egy ilyen Cessnához hasonlítható repülőgép, hanem ez egy alsószárnyas, kis, dinamikus repülőgép, és nagyon-nagyon kis apró mozdulatokkal is el lehet őt repülni a levegőben. Itt ezt most mindenképpen hozzá kell tennem, miközben beszéltem, hogy a hadtárgy az nem feltétlenül nézett ki, mert voltam Principles of Flight-unk és Airframes-ünk is, úgyhogy ezt most így, csak így extrába hozzátenném, mielőtt Laci leveszi a fejemet, de...
Igen, hát nyilván ezek a de igen, ezt ugye ezekből vettük át, hogy hogyan is mozog a repülőgép. Igen, meg hogy miért is repül a repülőgép, nem árt azért azzal is tisztában lenni, meg hogy ugye mi is az, amiben ülünk, tehát az airframe és hasonló tárgyak, ezek ezért is kifejezetten fontosak. Így van, szempontból. Jó, és hát lényegében miután így megismerkedtünk az alapokkal, most már mondhatni, hogy a különböző manővereket gyakoroljuk. Fogalmazhatok így végeredményben? Igen, igen. Jól emlékszem, akkor a következő repülés az a straight and level flight volt, az effects of control után, aminek az volt a lényege, és a repülés alapja, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a repülés 80-90%-ban ez egy straight and level flight. Tehát gyakorlatilag egyenes vonalú, egyenletes mozgás vízszintes szárnyakkal. És ez nagyon fontos lesz. Azt mondja az ember, hogy hát, hogy mindenki tud repülni. Nehéz, nehéz. Nagyon sokszor, én jó magam is hajlamos voltam, valamelyik irányba mindig lógni a szárnyal, és hát valljuk be, hogy ha nem viszint egy szárnyal repülünk, akkor mit csinál a repülőgép? Akkor már fordulunk valamelyik irányba, és akkor már nem arra repülünk feltétlenül, amerre mi szeretnénk. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezek a nagyon alap, basic tudásokat is már jókor, jó helyen és jó technikával, technológiával sajátítsátok el, úgyhogy erre külön odafigyelünk, mert ez tényleg mindennek az alapja, straight and level flight. És akkor utána jönnek majd a fordulózások, alapbedöntésű fordulók, közepes bedöntésű fordulók, emelkedések, süllyedések, süllyedő fordulók, aztán jöhetnek majd nagyobb bedöntésű fordulók, és tényleg ezek az alap manőverek azok, amiket tényleg jól meg tudjuk alapozni nektek majd a karriereteket. Így van, így van. Hát igyekszünk ezeket megfelelően begyakorolni. Mi tényleg arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azok a skillek alakuljanak, vagy fejlődjenek ki bennetek, ami ugye a kézi repüléshez szükséges. Tudjuk, hogy légitársasági pilótaként nem feltétlen lesz majd sok részletek ebben. Bizonyos szabályozások vannak arra is, hogy meddig repülhettek kézzel majd ezeket a repülőgépeket, de itt per pillanat az a lényege, hogy minden olyan skillt és tudást mi nem csak elméletben, a gyakorlatban és a kezetekbe adjunk, amivel ti tényleg egy nagyon jó repülő személyzet lesztek. Jó? Tehát ez a good airmanship az, amit mi szeretnénk belétek tenni, és ez valóban nem csak a gyakorlati és a skilleknél jelenik meg, vagy ütközik ki, hanem azért fejben is, mentálisan. Ott viszont majd nektek kell sokkal, de sokkal többet beletenni ebbe. Igen, igen, abszolút. Hát igyekszünk minden szempontból berakni fejben nagyon sok mindent. Hát azért a 18 000 ATP-el kérdés az ugye nem kevés. Nem akarok én amúgy elriasztani senkit ettől a dologtól, de azért nyilván számolni kell ilyenekkel, tehát készülni kell keményen. De hát igyekszünk, és most is ugye befejezzük ezt a beszélgetést, akkor egyébként ugye megyünk tovább egyből repülni. Úgyhogy nagyjából most így szerintem ennyit szerettünk volna egy első körben elmondani, aztán még lehet, hogy ha rendelkezésünkre állsz, akkor majd szeretnénk még veled beszélni, remélhetőleg nektek is tetszett, amiről most beszélgettünk, és tudtatok meg új információt, úgyhogy köszönjük szépen Ádámnak is, meg köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Nagyon szívesen máskor is.